Nagyon sok író mozgatja a szereplőit és az olvasóit előre és hátra az időben. Egy csomó ilyen időutazó sztori van, de ilyenkor azért felmerül a kérdés, hogy ti vajon, hogyha a ti életetekről lenne szó, ti utaznátok az időben? Visszamennétek bármilyen pontra az időben? Vajon ugyanazt az élményt adná? Megérni egyáltalán ezt, a, ezt az egész Herce úrcát végig csinálni? Vagy ugyanúgy járnánk, mint a muffinokkal, hogy az első az még így, fantasztikus, de a századik az már nem ugyanolyan finom. Vajon mm, mi lenne a jó megoldás? Vagy hogyha megváltoztatni nem tudjuk, ugye, hiszen bejönnek ezek a paradoxonok, hogy mi van akkor, hogyha... Jaj, nem is értem a fizikáját ennek. Szóval iszonyatosan érdekes kérdés ez, hogy vajon ti visszamennétek-e úgy, hogy nem változtathattok semmit? Sziasztok, könyv vagyok, ez itt a Borító Alacsatorna, én pedig Rita vagyok, és akkor bontsuk ki ezt a muffin témát, mert lehet, hogy egy páran azért elgondolkodtatok rajta, hogy miről is beszélek. Szóval, életünk első muffinja. Megvan a kép, ugye, mindenkinek? Mert nekem kapásból beugrott, ahogy kimondtam a szót. Én Angliában ettem először muffint, karamellás tetővel, egy ilyen olajos belsővel, na hát ezt most végig fogom mondani, és sorog a nyálatok, tudom az enyém is, Szóval ők ilyen olajos verzióban csinálják a muffin, nem vajasan, mint ahogy egyébként én szeretem. És nem volt semmi a tésztában, konkrétan semmi. Az alap muffin tésztát képzeljétek el, de olyan jól, finoman leöntve karamellel, hogy a mai napig emlékszem rá. Na de a századik muffin? Fogalmam nincs, hogy mi volt a századik muffin az életemben. Tényleg, még csak tippelni sem tudok. És itt jön be ez a kérdés, hogy hogy mindenből az első, az így nagyon meghatározó élmény. Az, az úgy nagyon megvan mindenkinek. Az első szerelem, az első csók, az első tényleg bármi. Az első szelet csokoládé, tehát hogy lazán vilivonka, ugye. Szóval, hogy ezek mind működnek, de, de a sokadik, a sokadjára újraélés, az már azért egy kicsit veszít ennek az egésznek a varázsából. Tehát a máfi még mindig finom de akkor sem lesz ugyanolyan, és akkor sem fogsz rá úgy emlékezni effektív, mint a legelső alkalomra. És azt gondolom, hogy itt bejön a következő kérdés, vagy tétel, úgymond, hogy, hogy az emberi életnek alapvetően ez a nagy csodája, hogy megismételhetetlen, hogy nem tudunk visszamenni elméletben. Nem tudunk visszamenni a múltba, nem tudjuk újra átélni ezeket a dolgokat, csak az alapján, ami a fejünkben van, amilyen emlékeket őrzünk róla. És, és valószínűleg ettől ennyire értékes egyébként, szerintem legalábbis, az emberi élet, hogy hogy tényleg megismételhetetlen. Hogy egyszer megéled, és onnantól kimondtad a dolgokat, onnantól nyilván ettől szomorú is, mert hogyha valamit rosszul mondasz, és megbántod a másikat, akkor ezt egy életen át viselned kell. Tehát, hogy ez oda-vissza működik, de ettől inkább akkor ez a jó szó, hogy különleges az emberi élet, mert megismételhetetlen. És nem csak az emberi, hanem úgy alapvetően szerintem a földi életet. Oké, okay, vannak reprodukciós működéseink, de értitek, hogy mit szeretnék mondani. Úgyhogy igen, itt jön a kérdés, hogy Kawaguchi Toshikazu harmadik könyvében, amielőtt az emlékeid elhalványulnak, ban, hogyan működik ez az egész? 2030-ban járunk, szóval alapvetően egy kicsit előrébb ugrottunk az időben az első két könyvhöz képest, ugye ez a harmadik kávézós története. Én imádtam az első kettőt. És itt kell megemlítenem, hogy nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a Kosút kiadónak ezt a lehetőséget, mert erre vártam nem tudom mióta, hogy Úristen, olvasni szeretném a harmadik részt. Fantasztikus volt, amikor visszaírtatok, hogy, hogy igen, a harmadikat pont van lehetőségem megkapni, és nagyon-nagyon-nagyon és hálás vagyok érte, Tényleg fantasztikus volt. Imádtam. Totálisan visszavitt abba a világba, amire az író képes. És visszajutunk a kávézóba is de nem ugyanabba a kávézóba. Az első két történet az a Funikuli Funikula nevű kávézóban játszódik, ha jól emlékszem, Tokióban. Ez viszont Hakodatéban van ez a kávézó, a Donna Donna kávézó. Mind kiderül, azért van összefüggés a kettő között, mert, mert ugyanaz a család működteti végül is, de, de mégsem ugyanaz a történet. Szóval azért ezt lehet tényleg különállóan olvasni. Én azt mondom, még most is, miután végigolvastam a történetet, minden kiderül, hogy ha vannak is összefonódások, azt is nagyon jól leírja az író, tehát hogy ő is úgy kezeli ezt a könyvet, mint egy különálló történetet, megmagyarázza, hogy mit keresnek ott az előző két kötetből a szereplők ebben a történetben. Szóval, hogy szerintem tökéletesen jól működik és érthető, és és nagyon, nagyon szívszorító, fájdalmas, és minden ilyen kérdést szerintem fel tud tenni magának az ember, amit én így az feszegettem, hogy vajon megéri, vajon tényleg, ha nem változtathatsz a múlton, akkor is megéri visszamenni, akkor is megkapod azt a feloldozást, vajon amire vágysz, vagy, vagy azt a jobb érzést, mert egyébként a legtöbb szereplő, és ez még nem spoileres szerintem, azért egyfajta feloldozást, vagy egyfajta kiutat keres a jelen állapotából, és ők azt gondolják, hogy mindezt a múltban találják meg. És én azt gondolom, hogy mindannyian a múltban keressük a miértjeinkre a választ. Hiszen a pszichológia is ezen az alapon működik, és így indulunk el, hogy hogy oké, okay, most ez van, de miért lett ez? És így megyünk visszafele a múltban, és eljutunk ugye akár a szüleinkig, a barátainkig, a testvéreinkig, a meg nem született gyermekeinkig, szóval, hogy egy csomó mindenig el tudunk jutni adott esetben, ha ezeket a kérdéseket feltesszük. És tulajdonképpen ezek a kávézós történetek ezt teszik. Mások történetei által, de fel tudjuk tenni magunknak ezeket a kérdéseket, hogy de miért, de de biztos jó így, de de. És ott vannak, és, és működnek, és én azt gondolom, hogy a könyv egy nagyon-nagyon érdekes, de számomra abszolút kielégítő és megfelelő választ ad, hogy, hogy, hogyan jó lenni a jelenben. De ez majd már a spoileres verzió lesz. Azt gondolom, hogy megéri elolvasni, mert, mert olyan emberek történeteit ismerjük meg, akik akár mi is lehetnénk, akik, akikkel szerintem nagyon könnyű azonosulni és együtt érezni nagyon sok mindenben, Úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet, szerintem fantasztikus, csodálatos, és mind a három kötet, Egyszerűen óriási. Szóval innentől spoileres a történet, úgyhogy ha még nem olvastad a könyvet, akkor most lép ki nyugodtan, nem fogok megsértődni, de gyere vissza, hogyha elolvastad, mert szerintem érdemes tényleg elolvasni a könyvet. És lehet, hogy mondok olyat, aminek nem örülnél, hogyha tudnád mielőtt végigolvasod a sztorit, mert, mert hogy innentől kezdve igen, bele fogok menni a történetbe, és egyes részeket kiemelek belőle majd, úgyhogy, úgyhogy igen, spoileres innentől a sztori. Szóval, azt gondolom, hogy, hogy minden, minden történetben van nagyon komoly mélység. És oké, okay, sose voltam humorista, tehát fogalmam nincs, hogy, hogy hogyan működik ez, hogy eléred a sikert, és, és hogy mennyit kell küzdeni, érted? De közben pont a YouTube miatt nagyon sok összefonódásom volt az ő verziójukkal, akár még azzal is, hogy a, aki a kávézóban dolgozik, srác, hogy ő is humorista akar lenni. Tehát, hogy nem csak az alap sztori, ami miatt visszamennek a múltban, hanem az még a jelenhez is kapcsolódik, és amihez meg én tudtam kapcsolódni ilyen szempontból, hogy mégiscsak egyfajta fellépés az, amit csinálok, és, és mégiscsak van egyfajta sikerélmény, és stb. 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 Szóval, hogy, hogy ezzel is így abszolút tudtam azonosulni egyébként, hogy hogyan működik. De az, hogy mindegyikben megjelenik a szerelem például, szinte mindegyikben, ez is egy iszonyatosan érdekes gondolat, én azt gondolom. Hogy, hogy, valahogy így ez is elidegeníthetetlen attól, hogy, 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 mit rontunk el. Hogy általában a esetek nagy részében a szerelmünket hiányoljuk, vagy, vagy a, 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 párunk elvesztése az, ami, ami a nagyon nagy problémákat okozza. És ez egyébként az összes történetben legalább egyszer fixen előfordul, hogy valaki a szerelmét hiányolja. De a végső konklúzió egyébként a arra, amit elkezdtem mondani a spoilermentes verzióban, hogy szerintem a jelenben az eszméletlen sokat segít, hogy, hogy már másképp éljük meg. És emiatt van értelme ennek az időutazós dinak, és emiatt van értelme, hogy csak ott vagy, csak, csak, csak abban a pillanatban visszatudsz menni. És ha csak már egy mondattal másképpen fogalmazol valamit, vagy ha csak egész egyszerűen jelen vagy, amikor a másik várta, hogy ott legyél, mert ez is nagyon sokszor előfordulhat, már az mennyit dob a jeleneden. És tulajdonképpen, hiszen ez benned zajlik, nem is a másik miatt csinálod, hanem magad miatt. Tehát innentől kezdve, hogy te már megpróbáltál javítani, innentől kezdve a jelened már sokkal másképp fog alakulni És a te lelkiállapotod a jelenben sokkal jobb tud lenni attól, hogy egész egyszerűen csak ott van, a, a megadtad magadnak a lehetőséget, hogy te megpróbáltad, hogy, hogy ott voltál. És nekem ez egyébként így a, a jelenre, ez az időutazós válaszom, illetve, illetve én, én én mindegyik könyvnél azt gondoltam, én mindig anyukámat képzeltem oda, hogy Nyilván buktam, mert nyilván nem jutunk el Japánba, vagy nem voltunk soha Japánban. Nem ültünk abban a kávézóban. De hogyha ez egy alternatív valóság lenne, én abszolút azt képzeltem el, hogy, hogy én akkor visszamennék, és csak beszélgetnék anyukámmal. Semmi nem kell, hogy változtassunk. Csak, csak ott lennék. És emiatt a gondolat miatt, amit ugye feltesz az író is, meg, meg végig ott motoszkál mindenkiben, hogy te visszamennél úgy, hogy nem történhet semmi másképp. Simán igen. Úgyhogy emiatt végig azt tudom érezni, hogy, hogy igen, én, én, is, én is ezt csinálnám. Én megértem azokat, akik leülnek a székre, megértem azokat, akik ott várnak egész napokat, ha kell, hogy felszabaduljon az a szék, ami szerintem szintén egy iszonyatosan vicces rész, hogy konkrétan ül egy szellem mind a két kávézóban az a széknél, és nem lehet őt elmozdítani. Szóval szerintem eszméletlen humoros egyébként. Ez még egy plusz dolog ebbe a történetbe. Hogy mennyi humor van benne. És az elsőben kevésbé éreztem, a másodikban már jobb volt. Na hát itt sokkal többet szórakoztam. Lehet, hogy azért, mert benne van egy humorista is, de nem, úgy alapvetően is tényleg sokkal jobb a humora egyre inkább azt érzem, hogy még, 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 szerintem még egy csomó történet van ebben az íróban, és hogyha ezt ugyanezzel a humorfaktorral meg tudja tűzdelni, akkor tényleg ez, ez egy bármeddig tartható sorozat lehet, mert mert egyre jobb és jobb. De ugye azt gondolhatnánk, hogy oké, okay, de akkor mi itt a konfliktus, hiszen nem változtathatunk a múlton, nem történhet semmi. De hát igazából az a konfliktus ugye, hogy mindegyik szereplőnek valami gondja van a jelenben, amit a múltban akar megoldani. Alapvetően a kávézónak az első szabálya azt konkrétan megtiltja, hogy változtassa múltom. Hát akkor így konkrétan ez egy öngol lenne. De az író tökéletesen megoldja szerintem ezt az egész alaphelyzetet, mert igen, nem változtathatsz, valóban nem állsz fel a székről, valóban csak akkor lehetsz ott, hogyha ott voltál akkor is, tehát minden stimmel, de benned mégis változik valami, és szerintem az egyik legjobb példa erre, és valószínűleg ez volt a legmeghatározóbb nekem, mert, mert konkrétan ez ugrik be folyamatosan, a humorfesztiválos történet, a, a humoristák élete, hogy a, a csávó, figyeljetek, mert ez fú, a Pasi itt a jelenben megnyerte a humorfesztivált, iszonyatosan boldog, de egyébként nem az. És emiatt mert nem az, mert hiányzik valami az életéből, aki leginkább az ő szerelme, visszamegy a múltba, hogy elmondhassa a nőnek, hogy igen, megnyertük a humorfesztivált, és fantasztikus volt, és köszöni, és minden ilyesmi, emiatt a nő a múltban végig tudja támogatni a halála napjáig, mert hogy fiatalon meghal, a halála napjáig végig tudja támogatni a sávot, ami miatt ő a múltból a jelenbe megnyeri a humorfesztivált. Szóval egy totális háromszöget zártunk be, és mégiscsak működik ez a paradoxon téma, és mégiscsak működik az, hogy oké, okay, nem változtattál a múlton, de mégis változtattál valamit, ami lehet, hogy nem is változtatás, hiszen már úgy élte, szóval, hogy jaj, Jézusom, nekem belefájdult a fejem ebbe a jelen és a múlt összefüggéseibe, de hogy mégiscsak működik ez a lényeg igazából, és visszakerültünk oda, hogy na ugye a muffin téma. Szóval, én azt hiszem, hogy Ennél bonyolultabban már nem tudom lezárni ezt a történetet. Olvassátok el, még egyszer azt mondom, ha még nem tettétek meg, mert itt maradtatok velem, de ami nagyon fontos, írjátok meg kommentben, hogy nektek hogy tetszett a könyv, de ennél sokkal fontosabb, hogy mi volt az első muffinotok. Írjátok meg, melyik muffin volt az első, amit tettetek, kérlek. Ez egy iszonyatosan fontos kérdés. De ami még fontosabb, hogy nézzétek meg a videót is, amit ide kitettem nektek oldalra, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára is. Én olvasok tovább, tegyetek így ti is, legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!